Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve? Mi a terve veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Leila számára. Kedves Leila, üdvözöllek téged! Ennél a jóslásnál megnézzük azt, hogy mi a szándéka, mi a terve veled kapcsolatban. Itt ezen a képen láthatunk egy medvét, ami az erőre utal. Ez áll most nála a középpontban. Lehet, hogy befekteti az erejét valamihez, de az is lehet, hogy erőtlennek érzi jelenleg magát. És pontosan az, amit én így érzek ennél a jóslásnál, hogy ő fáradt, kimerült. A következő kártya azt mutatja, hogy mi a terve. A képen a halak láthatóak, és itt anyagiakról van szó. A terve az, hogy rendezze az anyagiakat. De ennél a kártyánál nem csak pénzről van szó, hanem belső értékekről is. Ő elgondolkozik azon, hogy ki és mi értékes számára. A következő kártya azt mutatja, hogy mi áll a középpontban. A négy levelű lóher szerencsét hoz. Ez áll most a középpontban, vagy azt jelenti, hogy ő nyert valamit, vagy szeretne valamit nyerni, de ennek a kártyának, ennek a négy levelű lóhernek van egy más jelentése is, utal április hónapra. Valamit tervez, amit szeretne áprilisig megvalósítani. De ennek ellenére látható a szerencse vagy nyeremény a pénzügyeket illetően. Most megtekintjük azt, hogy ki vagy mi hat rá. Ezen a képen látható a ravasz róka. Itt vannak hazugságok és hamisságok. Az is lehet, hogy valaki szeretné őt becsapni, kifosztani. Itt lehet anyagiakról is szó. A következő kép azt mutatja, hogy mi változik nála. Mi változik nála? Itt ez a ház látható, ami az otthonára utal. Vagy valamit megváltoztat az otthonában, vagy lesz egy költözés. Ez a ház utal a szülői házra is, meg a rokonokra. Lehet itt családi változás is. A következő kártya azt mutatja, hogy tekint rád, vagy hogy gondol rád. Ez a kereszt utalhat vallási témákra, vagy spirituális dolgokra. Jelenti a hitét is. Ő hisz benned, vagy hisz ebben a szerelemben. Ez a kereszt mást is jelent. Amikor a sors utak kereszteződnek, ez nem véletlen, hanem így van megírva a sorsok könyvében, és ez az ő gondolata. A következő kép azt fogja mutatni, hogy van-e egy másik nő az életében. A választ megadja az a kártya bal oldalon lent, az egerek. Ahol az egerek megjelennek, ott felfalnak mindent, és nem maradott semmi. Ez arra utal, nincs más nő az életében. És hogy viszonyul ő más hölgyekhez, ezt mutatja a következő kártya. Ez az ostor utal vitákra és veszekedésekre. Ez a múlt, ezért nem akar ezzel a hölgyel a múltból kapcsolatot kialakítani. Ehhez nincs kedve.
Most megtekintjük azt, milyen lépéseket tesz irányodba. Ez a gyűrű jelenthet ékszert, valamilyen ajándékot. Ez a gyűrű jelenti a házasságot is, ő tervezi azt, hogy téged feleségül vegyen. A gyűrű jelenti azt is, hogy valami visszatért a múltból, és ez lehet köztetek egy kármikus kapcsolat, amire a kereszt is utal, hogy ti ismeritek egymást a korábbi életből, és ő visszatért hozzád, mert ő a lelki társad, és te vagy a lelki társnője, és megvan ez a mély érzelem, ez a lelki kapcsolat. A következő kép azt jelenti, mit tudsz te tenni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. Ez a torony jelenti a feszültségeket, a félelmeket, amikor te fogva érzed magad ebben a toronyban, olyan, mint egy börtön, és keresel egy kiútat. Tedd át magad a félelmeken és a bizonytalanságokon. Bízzál benne. A következő kártya mutatja a jövőtöket. A gólyák jelentik a változásokat, javul a helyzet. A gólyák gyakran egy költözködésre utalnak. Lehet, hogy ez a terve, mert a ház is megjelenik ennél a jóslásnál, ami a változásokra utalt. Bízz a jövőben, bízz abban, hogy ő szeret téged, és jóra fordulnak a dolgok. Kedves Leila, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!